Paksainé Kenesei Éva ünnepi beszéde hangzott el a kenyérszegés előtt a Szent István Parkban. Mindannyiunk életében igen fontos esemény születésünk pillanata. Ez a kezdet, amely meghatározza, hogyan is indulunk az élet útján. Nincs ez másképp az államok életében sem. A magyarság történelmében az államalapítás az egyik legfontosabb esemény és sorsfordító időszak volt. A fennmaradásunkat garantáló lépés. Az addig vándorló életmódot élő őseink életében nagy megrázkódtatást jelentett. A kor magyarjainak fel kellett adniuk szokásaik egy részét, eredeti vallásukat és életmódjukat. Át kellett vennünk egy új szokásrendszert és egy új vallást, a kereszténységet. Szent István annak idején a keresztény hit alapjaira építve tudott stabil viszonyokat teremteni. Egy erős, nyugati keresztény államot alapított. Döntéseivel végérvényesen kijelölte helyünket Európában. Vitathatatlan, hogy döntése jó volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy mi még ma is egységes nemzetállamként itt vagyunk Európa szívében. Első szent királyunk hosszú távra biztosította államunk függetlenségét. Az általa lerakott szilárd alapok még az ivataros századainkban az idegen uralma kilátástalannak tűnő helyzeteiben is képesek voltak megőrizni a magyarok szabadságvágyát, törekvésünket az önrendelkezésre, a függetlenségre. Tisztelt ünneplő közösség! Szent István annak idején Európát választotta. Az értékek Európáját. Kiállt az egyetemes keresztény értékrend mellett, s elfogadtatta ezt népével is. Visszapörgetve történelmünk kerekeit, jól látható, az elmúlt több mint egy évezred már számtalanszor bebizonyította, hogy a magyarság csak akkor lehet sikeres, ha országunk keresztény és e hit által egységes. Ha szétnézünk a nagyvilágban, jól látható a rosszul értelmezett, szinte korlátlan személyes szabadság, a szolidaritást, közösséget nem ismerő individualizmus, a szellemi, erkölcsi gyökerek megtagadása. Nekünk, akik a keresztény hitre támaszkodva a rendet, a biztonságot és a nyugalmat helyezzük a középpontba, nincs más dolgunk, mint Szent István egekben nyúló kőszikláit követve tovább menni az úton, még akkor is, ha ezért támadnak minket, maradinak tartanak. A Humán Bizottság elnöke szavaival emlékeztette az összegyűlt tömeget az ünnepi napon. Egységben az erő. De talán soha nem volt annyira fontos a magyarság egységének megléte, mint manapság. Egységünk nélkül a nemzetállam megmaradása, szuverenitásának megőrzése elképzelhetetlen. Honalapító királyunk azért munkálkodott, vállalta a küzdelmet, hogy Magyarország a korabeli Európában függetlenségét megőrizve fennmaradjon. Rendet, kiszámíthatóságot hagyott örökül. A nyugati országokra tekintve láthatjuk, hová vezet a fellazulás,
az európai értékek veszni-hagyása, a kereszténység háttérbe szorítása. Gazdasági, demográfiai, erkölcsi és ideológiai téren is krízis jelei mutatkoznak nyugaton. Mi jól tudjuk, a magyarság az államalapítás óta eltelt időben a mostaninál sokkal súlyosabb kríziseket élt át, de mindegyikből győztesen került ki, mert olyan hagyományokkal, nyelvvel, kultúrával és életszemlélettel rendelkezett, amelyre a jelent és a jövőt lehetett építeni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák. A fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyával szemben áll, Isten ellenségének áll. Nagy Norbert plébános szentelte meg a trikolós szallagokkal átkötött cipókat. Áld meg ezeket a kenyereket mennyei áldásokkal, hogy akik ebből lesznek, azoknak váljék és kivetjük a rakodásukra és örösségükre. Tartsa távol tőlük mindenféle betegséget és a gonoszileg minden kísértését, ami úgy Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk. És aki veled él és uralkodik a Szentlélek felelősségben, Isten mind örökre. Mert a Zoltán alpolgármester a hagyományok ápolásának érdekében a koszorúzók egyike volt. Augusztus 20-a, Szent István, új kenyér, államalapítás ünnepe, több mindent ünneplünk, elsősorban Magyarország születésnapját, hiszen mint ezer évvel ezelőtt első királyunk István egy új útra terelte nemzetünket, országot alapított, és gyakorlatilag azóta óvjuk ezt az országot, tekintjük a miénknek, és ugyanez a kihívás jelen pillanatban mai magyar embereknek is. Megőrizzük magyarságunkat, megőrizzük országunkat, megőrizzük azt a keresztény értékrendet, amelyet István király hozott be a magyarok társadalmába. Erre az értékrendre alapul az elmúlt ezer évünk, a mindennapjainkat ma is ez alapján érjük, és ezt szeretnénk a jövőben is megőrizni. És tesszük, ünnepeljük ezt mindig az új kenyérrel, régóta, hiszen a kenyér az egy ikonikus és szent ételünk, eledelünk, nem csak a magyarsági, hanem a kereszténységé is, egyben a megújulás jelképe is, hiszen évről évre elvetjük a gabonát, megérik, learatjuk a gabonát, és abból sütünk évről évre, napról napra kenyeret, ami éltet bennünket. Ez egy összetett, nagyon szép ünnepe a magyarságnak, Magyarországnak. A Tolnai Nyugdíjas Szabadidő Klub volt az esemény főszervezője. Többek közt hideg frissítőkkel is várták a téren gyülekezőket. Nem is kis szerepe van a nyugdíjas klubnak, hiszen hosszú-hosszú évek óta aratófelvonulás keretében egy aratófelvonulási ünneppel tartjuk meg az államalapításra, az új kenyérre való megemlékezésünket. Igazából ez nem is megemlékezés, hanem szó szerint egy ünnep. Jól hallatszik ez mögöttem a zenéből is, a jókedvből is, amikor is találkozunk, megünnepeljük az új kenyeret, megünnepeljék országunkat, és erre egy falat kenyér mellett kocintunk is egyet. Csoka János névezetőjük beszélt az egyesületükről és az előkészületekről. A mi klubunk a Szabadidőklub, a nevében is benne van. Inkább szabadidőt, kirándulást, fürdést és bált rendezünk. Most jelen pillanatban 68 tagunk van, már 35 éve, hogy működünk, és a Lovardának, a színház termének a színpadán ott van helyünk, és ott szoktuk megtartani a rendezvényeket. A másikat pedig van egy civilház, és azt meg ott az összejöveteleket. Hát a teljes szervezést azt mi kaptuk meg az önkormányzattól minden évben, most már 25. éve mi szervezzük az augusztus 20-ai ünnepséget és a felvonulást. Hát kenyeret az sütettük, és kalácsot és kuglófot is, ez így hagyomány nálunk, és akkor természetesen az önkormányzat által adott pálinka, bor és üdítő, ásványvíz is minden lehet. Hát ez minden magyarnak nagyon fontos, aki magyarnak érzi magát, mindegy, hogy hol él a világon. A Szent István Parkban az új kenyér elfogyasztása közben a tambura zenekar teremtett kellemes hangulatot.